Sok szeretettel köszöntöm a papos.hu és papos televízió nézőit. A Tipmix férfi kosárlabda NB1 csoport 6. fordulójából következik. Tulajdonképpen a záró mérkőzés, hiszen a többi mérkőzést lejátszották már az elmúlt napokban. Kométa Kaposvári kosárlabda klub a Naturtex Szedeák, vagyis a Szeged csapatát fogadja a Kaposvár arénában, és ugye úgy tűnik, hogy egy időre búcsúzik az arénától a kaposvári csapat, hiszen átköltözik a régi körcsarnokba majd az összes együttes november hónaptól. Igaz, hogy a kosarasoknak most egy válogatott szünet következik majd az elkövetkezendő 3 hétben, és legközelebb majd csak november 2. felében lépnek pályára bajnoki mérkőzésen. Ez ugye a kaposváriak közül majd fiatalokat is érinteni fog, hiszen utánpótlás válogatottjaink is vannak. A somogyiaknál Horis, a kezdőcsapatban Pármárk, ott van Tonislav Gabrics, Hughes, illetve 10-essel Deon Griffin, míg a vendég együttesben, marad a labda a szegedieknél, a vendég együttesben Washington, Robertson, Mayer, Kovács Ádám és Polányi Kristóf kezdi a mérkőzést. Tulajdonképpen viszonylag közel helyezkedik el a két csapat egymáshoz a tabellán, hiszen a Kométa Kaposvár 2 győzelemmel és 3 vereséggel a tabella 10. helyét foglalja el, a szegediek pedig 1 győzelmet szereztek, igaz, hogy azt pont a legutóbbi fordulóban, a 4. mérkőzésükön aratták a budapesti Honvéd ellen. Tíz ponttal tudtak nyerni. A kaposváriak 2 vereséget szenvedtek a legutóbbi 2 mérkőzésükön, mindegyiket idegenben játszották, az egyiket az Oroszlány otthonában, ami azért egy meglepő vereség volt. Legutóbb pedig a Zalakerámia ZTE otthonában szenvedtek vereséget. A 3. idegenbeli mérkőzését megnyerte a kaposvári csapat. Meglepetésre a Falkó otthonában tudtak nyerni még a bajnokság 2. fordulójában. Aztán a 3. fordulóban hazai pályán verték a Paksot. És közben 3 ponttal vezet a vendégcsapat. Tehát a Paksot sikerült egy nagyon szoros, egyébként élőben közvetített tévés mérkőzésen megverni. Az első hazai mérkőzést pedig a Szolnok ellen nem sikerült megnyerni, igaz, azóta a Szolnok 5 győzelemmel veretlenül vezeti is a tabellát. Közben a kaposváriak első pontszerzője Michael Hughes, még a vendégeknél Desmond Washington, aki feliratkozott már a pontszerző listára egy 2+1-jel, ugyanezt elkövetheti most Hughes a kaposváriak részéről. Nincs benne a büntető, és Robertson kezéből próbálta kiverni a labdát Gabrics, de a labda így is úgy is a szegedieknél kötött ki. A szegediek tehát nemigen jól kezdték a bajnokságot. 3 vereséggel nyitottak, és a 4. fordulóban szerezték meg hazai pályán az első győzelmüket. Ha már említettük a kaposváriak találkozóit, a szegediek is kikaptak Zalaegerszegen 5 ponttal, aztán hazai pályán a Kecskeméttől szenvedtek vereséget 69-77-re, illetve elmentek Fehérvárra, és ott egy tulajdonképpen végig szoros mérkőzésen némi balszerencsével vesztettek 102-96 arányban. 5-2-re vezet a Szeged, és közben Hughes farag a kaposváriak hátrányából. A gyors kaposvári kosárral 5-4-re módosul az állás, igaz, még mindig a szegediek javára. Jön a válasz tripla. Washington immáron 6 pontos, és 8-4 az állás, illetve hogyha pályaválasztó szerint nézzük, akkor 4-8. Most a 4 pontos hátrányból Gabrics próbálkozik egy triplával csökkenteni a különbséget, Pármárk szedi a lepattanót. Ő lesz egyébként az egyik fiatalunk, aki érintett lesz az utánpótlás válogatottban. Rajta kívül még majd Szőke Bálint, Halmai Dániel és Antalics Dániel is.
megy a nemzeti csapathoz. Nincsen kaposvári kosár Washington labdával. Robertson felé ment a passz, de bele tudott nyúlni ott kaposvári védő. 15 másodperce van a támadó időből. A Csongrád Csanád megyei csapatnak. Washington. Robertson jött ki adni egy elzárást, aztán indul befelé a palánk alá. Kovács kapja a labdát, aztán le a sarokba. Kicsit későn adta a labdát most Polányinak Kovács. Lejárt a támadó idő. A somogyiaknál is vannak sérültek, de egyébként vannak a szegedieknél is. A somogyiak közül, a fiatalok közül Hajduk és Puska az, aki nem áll a csapat rendelkezésére, illetve Csorvási Milán az, aki még tulajdonképpen lábadozik sérülése után, csak tényleg a napokban kezdte el az edzéseket, így aztán nagyon kérdéses, hogy őt be tudja vetni majd Iván Rudes, a kaposváriak vezetőedzője. Annyit sikerült megtudnom a mérkőzés előtt egyébként ott a kis padoknál, hogy a legutóbbi két vereség ellenére abszolút bizakodó és pozitív a hangulat a somogyiaknál. Folyamatosan érzik, hogy javul a formájuk, eredményekben kell majd ennek megmutatkozni, és ehhez most egy nagyon jó lehetőség lenne ez a Szeged elleni találkozó. Egyelőre előny a vendégeknél, 4-8 továbbra is az állás. Gavrics teszi át a túloldalra, Griffin, és jó a tripla, az első kaposvári 3 pontos. 7-8, tehát most csak egy pont a különbség. Washington adja Robertsonnak, és Griffin követte el első személyi hibáját a tripla után. Sok személyi hiba így az első 4 percben nem volt, mindösszesen 2 kaposvári oldalon, mondjuk az ugye 2 kulcsembernél, Hughesnál és Griffinnél, és Robertson, akinek van egy faltja a túloldalon, most ő az elszenvedő alany volt, dobhat 2 büntetőt, az elsőt kihagyja. Egyébként pont azt nézegettem a mérkőzés előtt, hogy nekem egy kicsit olyan csalóka volt Tyler Robinson ugye az adatok alapján, mert 120 kilónak írják, tehát tulajdonképpen kicsit hústorony kategória, még most a vele szemben pattogtató Hughes hivatalosan 109 kiló. Én nekem nem úgy tűnik, hogy Robertson annyival vastagabb lenne, mint a kaposvári játékos, de hát meglátjuk, hogy kipattal le többször a másikról, mert szerintem egymásra fognak találni. Most Griffint tudta blokkolni Robertson, aki egyébként sérülésből jött vissza erre a mérkőzésre. Kovács távoli kísérlete lejön a gyűrűről, Orris szedi a lepattanót, a kaposvári irányító. Griffin és egy gyönyörű pac Gavricsnak, aki a faltot elszenvedte, de a labdát nem tudta bepasszírozni a gyűrűbe. Kovács Ádám első személyi hibája. Májer Ákos, elnézést kérek, Májer Ákos. Volt ő, nem Kovács. Gavrics első büntetője jó, ezzel egyenlít a kaposvári csapat. És akkor megvan a vezetés is. Most nem esküszöm meg rá, de szerintem először vezet a kaposvári csapat. 9-8-ra. Ugye a legutóbbi találkozón Zalaegerszegen nagyon-nagyon jól kezdtek a somogyiak, aztán volt egy nagyon-nagyon rosszul sikerült negyed, ami után nem sikerült visszavenni a vezetést, és egy szoros mérkőzésen tudott nyerni az Alakerámia ZTE, amely egyébként jelenleg 4 győzelemmel, 2 vereséggel negyedik a tabellán. Ha nézzük az elején a sorrendet, akkor Szolnok, Falkó, Albafehérvár és a ZTE az első 4. A kaposváriak ennél sokkal jobb helyre hivatottak, és sokkal jobb helyre várják őket, mint amit jelenleg elfoglalnak a tabellán. Voltak, ugye, főleg talán az oroszlányi vereség volt egy olyan vereség, ami váratlanabbul csúszott be.
Balogh Szilárd. Három pontjából vezet 11-9-re Szedeák. Csere kaposvári oldalon is. Nyajszki, Boris jön be, és Griffin ült le. A szegedieknél pedig Májer Ákost váltja Filipovics Stefán. Kilenc 11-ről jöhet kettő büntető. Pármárk elsőt értékesíti. 11-10, illetve 10-11. A táblát nézzük, és újabb pár büntető, ez is jó. Bízik a fiatalokban Ivár Rudes, és mint ahogy a válogatottság is mutatja, van is oka rá, hiszen négy válogatott kerettagja is van a kaposváriaknak az utánpótlás kategóriában. Balogh Szilárd újabb duplával juttatja előnyhez csapatát, aztán Óris egy triplával visszaveszi a vezetést. Balogh Szilárd 5 pontos, Órisnak ez volt az első találata. 14-13-ra vezet a Kométa Kaposvár. Filipovics egy enyhe lökéssel indult befelé, aztán Pármárk ellen is volt egy enyhe lökés, ami viszont már támadó hibának bizonyult a játékvezető megítélése szerint. Egyébként Földházi Tamás Györfi Ruben és Lengyel Ádám József vezetik a találkozót. Leül Pármárk, érkezik Halmai Dániel. Szintén tehetséges kaposvári fiatal. Bátor, lelkes játéka van. Szintén válogatott utánpótlásban. Nem volt elegendő a törlés, a játékvezető még kéri, hogy még szárazabbra kell csinálni ott a palánk alatti területet. Most kiállta a minőségellenőrzést a parketta. Jöhet az alapvonali bedobás 14-13-ról a támadó hiba után. Orisz. Gabrics leváltott védekezés közben, megkapta a tripla vonalon túl, aztán végül is úgy döntött, hogy megindul befelé. Egy kiharcolt személyi hiba lett a jutalma. Jól látom, akkor a 21-es Filipovics ellenítéltek neki rövid időn belül, ez a második személyi hibája. 14-13-ról jöhet Hughes 2 büntetővel. Furcsa mozdulattal engedte el a labdát Michael Hughes. És hát nem ment be, ugye, ami a lényeg. A második már jó. Hughes ezzel 5 pontos, csapat a legeredményesebbje. Egészen jól osztoznak a pontokon a kaposváriak, még 6 és 5 ponttal. És 5 ponttal a szegedieknél Washington és Balogh Szilárd viszik a prímet. Némi kupak tanácsott a büntető vonalon a kaposváriak részéről. A harmadik személyhiba volt. Hughes volt az elszenvedője, le is ül, jön helyette egy kicsit Handlein. Frissíteni a csapaton meg, talán, hogy faltok szempontjából is vigyázzon egy kicsit Rudes edző Hughesra. Minden esetre Filipovics jön 2 büntetővel, az első jó. 15-14 ezzel az állás. Bedobta mindkét büntetőt, Filipovics Stefán. Karski
Handlein, Oris irányító, egy kicsit ott belekeveredett a dolgokba. Handlein nem is figyelt, szerencsés volt a Dán, hogy visszakerült hozzá a labda, és utána ő vállalkozik egy triplára a lepattanó balogép. És már jöhet a labdával a Washington. Oris jól védekezett, labdát nem sikerült megszerezni, de megakasztotta a szegedi támadást 15-15-nél. Nem kimélték most ott egymást a játékosok, Oris és Balog. Személyhiba Halmai Dani, első faltja. Negyedik csapathiba a kaposváriaknál, a következőtől jönnek a büntetők. Griffin jön vissza a pályára, Oris kap egy kis pihenőt kaposvári vezetőedzőtől. Robertson Handlein-nel szemben. Jó volt a védekezés Handlein Rolandtól, a kaposvári csapatkapitánytól. Gabrics elég bátor vállalkozással adta a labdát Karskinak. Griffin nem sikerült beharcolni a labdát a gyűrűbe, mert ez tényleg valóban egy harc volt, amire odáig eljutott. Test-test elleni küzdelem, most ő védekezik Washingtonon, próbálja visszaszerezni a labdát. Meyer, és ott maradt Robertson a palánk alatt. Handlein reklamál, hogy szerinte ez nem volt személyi hiba, játékvezető nem így látta, Handlein Roland első faltja, és jöhet a kettő büntető Tyler Robertsontól. Kimaradt az első, marad a 15-15, 2 perc van vissza az első játékrészből. Viszonylag gyorsan indult a negyed, aztán utána azóta elég sokat áll az óra. Griffin, Halmai, Kranski. Kis emberek játszanak egyelőre kívül. Sok nagy ember nincs is benne a kaposvári csapatban, de most egy triplával meghálalta magát a külső játék. Kranski, Boris. 3 pontos, 18-15-ös kaposvári vezetés, és Halmai jó harcolt a labdáért, hiába tárja szét a kezét Balogh Szilárd, ő érintette utoljára a labdát a játékvezető ítélet szerint. Jöhet a Kaposvár. Másfél perccel a negyed vége előtt nőhet a különbség. Handlein, Griffin, Bogdán Benedek is közben a pályán, 69-essel itt a bal alsó sarokban. Várja a labdát, de Griffintől egyelőre senki nem kap labdát. Halmai, mondom én, hogy egy lelkes és kemény játéka van, most is ő szerezte meg a támadó lepattanót. Krnyalszki indul befelé, kiharcol egy személyi hibát. Küzdelemre nem lehet panasz, nagyon hajtanak, nagyon mennek a kaposváriak. Meyer Ákos harmadik személy hibája. Jön is a csere. Érkezik a helyére Polányi Kristóf a szegedieknél. Nyalszki büntetői. Első. Második lejön, és sajnos pont a kaposvári játékosról megy ki, 19-16.
12 pont vendégoldalról, 19-18. Szorosan alakul az első játékrész szinte végig. Egyszer volt 4 pontos előnye Szegednek, egyszer talán a 3 pontos előny volt a legnagyobb a kaposváriaknál. Bogdán Benedek visszaállítja ezt a 3 pontos különbséget, 21-18. Washington próbálja minél kevesebb támadó időhöz juttatni a kaposváriakat azáltal, hogy húzza a saját játékát a csapatának. Washington most kell dobnia, hát igen, nem nagyon volt esély, hogy más eldobja, viszont panasz nem lehet rá, mert bedobta. 5 másodperc van még a negyedből, 21-21-nél. Bogdán vállalja a távolit, bele tudtak nyúlni, és nem csak a labdába, hanem személyi hibát követett el a 21-es számú Filipovics. Bogdán Benedekkel szemben jöhet a 3 büntető. Jó az első. Tehát úgy néz ki, hogy előnyben sikerül zárni a Kaposvárnak az első játékrészt. Benn van a második is, némi szerencsével bepottyan. Nem volt igazán íve ennek a büntetőnek, nézzük a harmadik milyen lesz. Ez lejön, és ezzel lejár a negyed játék ideje, tehát 1x10 perc után Kométa Kaposvári KK, Naturtex STS Edeák 23-21 minden lényeges adott táblán. A mezőnyből kiemelkedik Desmond Washington a 11 pontjával, a kaposváriak sokkal jobban osztoznak a pontokon, várjuk a folytatást. Jöjjön tehát a második játékrész. 2 pontos kaposvári vezetésnél Polányi fogja bedobni a labdát. Oda a vonalról, hát az első támadás lehetősége a szegedieké. Jó védekezés Kaposvári részről sikerült ott Polányi átadásába belenyúlni, és nagyszerű labda Griffintől Krunyalszkinak. 6 pontos Boris. 25-21. Washington, Polányi. Balog. Aztán Kovács. Polányi csak megnézte a gyűrűt. És indul meg befelé. Dobás kényszerbe volt. Megoldotta. Egy duplával. Az első kosor a Polányi Kristófnak. 25-23. Kicsit gyanús volt ott a felezővonal környékén, ahogy Krunyalszki áthozta a labdát. Aztán végül is nem lett jelentősége, mert el is adták a labdát a kaposváriak. És nem csak eladták a labdát, hanem Krunyalszki Borisnak megvan az első személyi hibája. És olyan helyzetben sikerült ezt beütni, hogy 2 büntetőt ért földházi játékvezetőnél. Leül egy kicsit Krunyalszki, érkezik helyette Orisz a pályára. Washington lesz, aki büntethet szegedi részről, és akár egyenlíthet is 2 szabad dobással. Messze-messze a mezőny legeredményesebb pontszerzője a szegedi irányító. Bedobja a második büntetőt is. Egyenlő 25-25. Mérkőzés 12. percében járunk. Bogdán Beni adja az vagy adná az elzárást Orisznak. Aztán az irányító máshogy gondolta, Halmait választja. Tripla kísérlet megvolt, a lepattanó Griffiné, ő is eldobja távolról. Halmai csak elütni tudja most a labdát. Ha lett volna ott csapattárs, akkor ez így
nem egy rossz megoldás, csak ott éppen most nem volt senki, így aztán jöhet a Szeged 25-25-nél. Washington kéri a segítséget Balogtól. Robertsonnál régen járt a labda, jegyezzük meg, hogy elég sűrűn védekeznek ott a centeren, ismét Washington a pontszerző egyébként, 25-27, ismét előny a szegedieknél. Tulajdonképpen élvezi, hogy... És ezért nem volt jó a kosár, mert beleért Handlein. Nem beesett az ittszer, hanem hozzáért még a kaposvári játékos. Így aztán kettő büntető következik, a 2+1 helyett. 25-27. Handleinben már benn volt a mozdulat, és ott a levegőben már nem igazán tudta figyelembe venni, hogy szól a játékvezetői síp. Orris az első büntetőt értékesíti. Értékesíti mindkettőt, 27 egyenlő. Kicsit tenisz nyelven szólva. Érkezik Hughes vissza a pályára, Handlein ülhet le pihenni. Balog Robertson, tényleg hosszú ideje, először látom, hogy labdát kapna. Nem is tudott vele élni most így hirtelennyében. Szerintem ott védekező Gabrics bele tudott érni a labdába, talán ez is módosította a pályaívét a játékszernek. Kaposvári lehetőség tehát. Orris, Gabrics, Hughes, Halmai lép a labda felé. Griffin is vár egy lehetséges átadást. Hughes próbálta most megoldani Robertson mellett, nem sikerült neki. Griffin azt mutatja, hogy lépéshiba volt, a játékvezető meg azt mutatja, hogy személyi hiba Griffinnél, így aztán már érthetjük, hogy miért mutatta azt Griffin, hogy lépéshiba volt. Hát ez volt a remény. Griffinnek is kettő személyi hibája van. Túloldalon Mayernek és Filipovicsnak van 3-3. Földházi játékvezető törlést kér. A labda egyébként a kaposváriaké lesz. Krenyajszki ül le a csereszékre, vagy csak a felsőjét keresi. Kaposvári közönségre egy rossz szó nem lehet, folyamatosan zúg a lelátó. Jön a buzdítás, jön a támogatás a somogyiaktól, illetve a somogyi szurkolóktól, akik szintén majd ugye következő mérkőzésen már a régi városi sportcsarnok atmoszféráját kell, hogy befűtsék egy kicsit. Minden bizonnyal sokakat nosztalgia köt majd oda, igaz, hogy egy kicsit átalakult azóta a körcsarnok, tehát az is egy felújításon esett át. Meglátjuk, hogy ott milyen hangulatú mérkőzések lesznek, mennyire lehet majd megtölteni a lelátóit, hiszen ott azért bajnoki címek, kupagyőzelemnek az emléke él abban a csarnokban. Robertson ezzel a zsákolással visszaveszi a vezetést a Szegednek, és időt kér Ivár Rudes, kaposvári tréner, 29-27-re vezet a Naturtex Szedeák. A kaposváriak mindenképpen győzelemmel szeretnének a válogatott szünetre vonulni, ahogy ezt a honlapjukon található interjúban el is mondta Halmai Dani, hogy nagyon készülnek a Szeged ellen. Egyelőre egy nagyon-nagyon szoros mérkőzést látunk, és fej-fej mellett váltott vezetéssel halad a mérkőzés. Nem lettem volna most Washington helyébe, ahogy ott loholt a nyomába pár márk. Gabrics le a sarokba Orrisnak. Nem sikerült úgy megszeridíteni a labdát, hogy egyből dobás legyen belőle. Gabrics egy lépés befelé, és a dupla. 29-29. Kérdés, hogyha egy kicsit erősítene a Washingtonnal szembeni védekezésen a kaposvár, akkor mondjuk a többiek mennyire találnának be. Hát most erre próbál Balogh Szilárd válaszolni. Ő is már 8 pontos. És 3 pontos vendégelőny.
29-32. Hunyajszki. Hát most szerintem így köszönjük meg ezt a labdát a játékvezetőknek, mert én határozottan úgy láttam, hogy Gavrics volt, aki az utolsóként beleért. De marad a labda a Somogyiaknál. 14 másodpercen a támadóidő. Gavrics. Nincs benne se. De volt már egy kísérlet az imént, ami szintén nem belülről érintette a gyűrűt, fogalmazzuk meg így. Robertson egy kicsit csúszkálott a reklámfeliraton, Washington pedig Orissa szembe egy-egyben meg is oldja a feladatot. 29-34. Ennyivel még nem vezetett a Szeged, jelenleg 5 pont a vendégelőny. Hughes, Orris. Pár. Ez tudva levő volt, hogy ő nem fog megijedni a lehetőségtől. Nem ment be a kísérlet. 29-34 továbbra is. Washington. Ismét egérutat nyert Orisztól, aki beragadt az elzárásban. Gavricsnak most nem sikerült megmentenie a labdát. Marad a Szegedé. A támadási lehetőség. 5 ponttal vezetnek, megnyugtatóvá tehetik az előnyüket, ha sikerrel zárják ezt a támadást. Kovács, Washington. Polányi, Somfordár itt a tripla vonalon kívül, de ott van Balog is. Aztán végül Kovács kapja, akit blokkolni tudott Hughes. Pár, Gavrics, Orris, jön a tripla kísérlet, és ez most benn van. Szükség volt erre most a kaposváriaknak nagyon, mert akár elcsúszkálhatott volna a különbség magasnak tűnő számra, így most mindössze 2 a köze. Orris 8 pontos, időt kért Simándi edző a Szeged részéről. Na, sikerül-e ismét egyenlíteni, ugye ehhez először egy jó védekezés kell, vagy egy szegedi hiba. Most több mint 1000 ember ennek szurkol, ott a Kaposvár arénában, Balog. És jó a véd. Mennyi múlt ez, hogy Halmai Dani nem tudta megmenteni ezt a labdát. Bravo, bravo. Jól védekezett most ismét a fiatal kaposvári. Washington dobhatja be a labdát oldalról. 12 másodperc van a támadóidőből. Mérkőzés 16. percének legvégén járunk. Robertson, Washington ismét ott hagyja egy kicsit az elzárásban Orriszt, és most Hughes kíméletlenül lesipkázta őt ott a gyűrű alatt. Valamit kell csinálni Washingtonnal kaposvári szemszögből, mert igen eredményes a mai napon, 17 pontnál jár. Balog, kicsit fönnakadt Krönyelszkin, Hughes ismét blokkol, és Filipovics úgy fogta meg a labdát, hogy az egyik lába még az alapvonalon kívül volt. Akkor némi ide-oda szaladgálás után újabb kaposvári lehetőség. Orris a sarokból, kipattog a gyűrűből a labda, marad a 32-34. Balog. Hát igen, ezt nem nagyon szokták engedni a játékvezetők, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy hátulról az elfutó játékosnak utána üt valaki, és nem találja el kezét, vagy a derekát. Most is lefújták ezt Almai Daninál, akinek ez a második személy hibája. Polányi várja a labdát. Hosszas törölgetés után meg is kapja. Kovácstól kapta vissza. És védő hibát ítélnek Almai ellen. Harmadik faltja a mai nap. És kettő büntetőt is ítéltek
szabálytalanság után, illetve ugye a személyi hiba után. Benne az első büntető, 3 pontos Polányi Kristóf. Marad a 35-32. Kicsit lábhoz érkezett az átadás Gabricsnak, de összeszedte a labdát, aztán beviszi és kiküzd magának egy kosarat. 34-35. Balon. Két kaposvári között esett Kovács kezébe a labda. Lepattanóból. Balog egy kicsit megszabadult Halmaitól, és szép passzal hozza helyzetbe Robertsont. 37-34. Krnyajszki. Gabrics. Na, most egy kicsit így sül a keze Tomislav Gabricsnak. Ő is 8 pontos már, akár csak Orisz. Ők ketten a két legeredményesebb kaposvári, és szükség van arra bizony, hogy termelődjenek a pontok. Robertson Hughes mellett harcol ki egy kosarat, és ő is eddig nem annyira villogott, de most gyors ütemben szerzi pontjait, 39-36. Hughes. Fordított a felállás, mint a túloldalon, és itt is a támadó nyeri az összecsapást, 38-39. Na ismét a két magas amerikai egymással szemben. Nem a védőknek áll az a párharc, akármelyik oldalt is nézzük jelenleg. Robertson pillanatok alatt 9 pontra növelte saját pontszámát, és őrzi csapatának 3 pontos előnyét. Polányi kapott egy személyi hibát. Ez a második csapat hibája a szegedieknek a 20. percben, tehát 10 perc alatt mindösszesen 2 személyi hiba a nevük mellett, 4 a kaposváriaknál. A kaposváriak most kijöttek a bónuszból, a szegediek még nagyon távol ettől, szerintem el se érik majd azt a számot ebben a játék részben. Orisz kapja Handline-től. Balog egy kicsit fogta az orrát, ahogy ott az elzárásban ütközött. Orisz, Gabrics, középtávoli. Lejön és Handline nem tudja megszerezni Washington elől a lepattanót. Kis amerikai már robog a túlsó gyűrű felé, és ahogy megszoktuk tőle a mérkőzésen, eredményes, 19 pontos. Személyhiba Kovácsé, 38-43, 5 pontos szegedi vezetés. Az első személyhibája Kovács Ádámnak a szegediek közül, és ugye még bőven meg lehetett állítani ezzel a kaposvári támadást, hiszen még mindig tudnak faltolni büntető nélkül a szegediek. Na, mivel megkezdte az Itzer Torisz így jó a kosár, jöhet egy plusz büntető, és most eléri a 4 személyi hibát a Szeged is. Polányi második faltjával. 40-43-ról jöhet egy kaposvári büntető, utána viszont pont egy támadóidőnyi idő van vissza a játékrészből a félidőig. Azt, hogyha ügyesen húzza az időt a Szeged, és a végén mondjuk pontot szerez, akkor egy 4-5 pontos különbséggel mehet pihenőre. Nem is játszik másra Washington, mint hogy peregjenek le a másodpercek. Most van vissza mondjuk 6, most fog megindulni majd az irányító, és végül is egy tripla kísérlet zárja ezt a játékrészt. Kaposvári szemszögből szerencsére
Balogh Szilárdnak most nem sült el a keze, ez pedig időn túl volt sajnos. De attól még szép és örül neki a közönség. Fél időben tehát 43-41-re vezet a Szeged a 19 pontos Desmond Washington vezetésével. Kaposváriaknak innen kell fordítani majd a második felében a találkozónak. Dion Griffin bedobásával indult meg a második félidő, harmadik negyed, kinek hogy tetszik jobban. Hát tulajdonképpen a kaposváriaknak egy kicsit Washington őrzésén kell szigorítani, mert az a 19 pont, amit az első félidőbe szerzett, az eddig döntő a mérkőzésen, és ugyanott folytatja, ahol az előbb abba hagyta egyébként. Ezzel 45-41-re vezet a Szeged. Villámléptő amerikai irányítóról van szó. És hát látható, hogy abszolút tudnak ebben segíteni neki a csapattársak, hogy eredményes legyen. Robertson szedi a labdát Hughes elől. Nem volt egy jó passz ez ott befelé a sűrűbe. Washington, hát ki más? 47-41. Szerintem most ilyen gyorsan jön még egy szegedi kosár, Rudess edzőidőt fog kérni, pedig ugye éppen negyed órájuk volt egy kicsit kifújni magukat és megbeszélni a teendőket a somogyiaknak. Orris próbálja lopni a különbséget, ezt most sikerrel teszi, 44-47. Miközben Desmond Washington 23 pontos, 14 pontot eléri Sebastian Orris is. Balog. Ő sem termelt rosszul az első félidőben. Robertson elkerüli a 10 pontot, 11 egységnél jár Tyler River Robertson. 49-44. Griffin maradt egy kicsit adós a pontokkal az első félidőben. Hughes ezt szépen oldotta meg, nem mertek már nagyon odaütni neki, amikor rökült befelé a hatalmas test a gyűrű alá. 46-49. Balognak voltak jó távoli kísérletei. Az első fél időben most nem talált be, viszont szerez egy labdát, elég átlátszó volt most itt Krajnszki Boris passza, és a triplából nem megy, majd megy zicserből, 51-46-os szegedi előny. Öröm a vendégszektorban és öröm a szegedi kispadon. Hughes néz ki egy kicsit a horvát mesterre, hogy mi legyen főnök. Jajszki. Ez most tulajdonképpen egy közeli dobás, 48-51. Knyajszki Boris is 8 pontos. Griffin próbálta utolérni Balogot. Utolérte, csak odaütött neki. Orris hívja össze egy kicsit a csapatot, Hughes ül le. Jön Handlein. Robertson kapta Washingtontól, Balog. Kovács teszi az amerikai centernek. Későn hagyta el a kezét, a labdala járt a támadóidő. Ahogy azt a palánk felső szélén világító kis sárga csík is jelzi. 48-51. Három pontos hátrányban támadhat a Kaposvár. Handlein. Orris. Griffin. Meyer védekezett rajta elég távolról, de azt is tegyük hozzá, hogy Griffin, aki, mint mondtam, adós a pontokkal, most kicsit törleszt ezen adósságából, 6 pontos.
Ő is elég távol állt a tripla vonaltól, de gond nélkül bevágta. 51-51. Balog. Hát erre mondják itt szakmai berkekben, hogy homály dobás volt. Nem sok ilyenje volt egyébként eddig Balog Szilárdnak, Orisz. Hát ez érte a gyűrűt, de pontot nem ért, marad az 51-51. Robertson. És még egy faultot is ítélnek Handlein Roland ellen. 53-51-es előnynél Tyler River Robertson dobhat egy büntetőt. Handlein második személyhibáját láttuk az imént. Büntető kimarad, marad a két pontos vendégelőny. Griffin úgy döntött, hogy belőtte magát arról a távolságról, és egy kicsit rövidnek bizonyult a dobása. Viszont védekezésben most úgy tűnik, pillanatra legalábbis úgy tűnt, hogy eredményes tud lenni az amerikai. Washington. Aztán Robertson labdája is lejön, viszont utóbbi már kiharcol egy személyi hibát. Földházi játékvezető kicsit csitítja a reklamáló Washingtont, aki szintén azt reklamálta, hogy hát ő vele szemben is szabálytalankodtak. Handlein Roland harmadik személyi hibája, és Robertson jöhet kettő büntetővel, mivel ugye a dobás nem ment be. Szerencsével benn van az első. És teljesen simán a második. 55-51 a szegediek javára. Szép labda Orisztól. Kunyarszky Borisz élt a lehetőséggel. 10 pontos. És 53-55 az állás. Mint egy kézilabda kapus úgy akadályozta meg Griffin ezt a paszt. Jön vissza Hughes a pályára, Handlein ül le. Gyors egymás utánban begyűjtött két személyi hibát. Próbál egy kicsit vigyázni rá, Rudess mester. Érdekesen harcolta ki ezt a személyhibát Washington. Ezt nagyon könnyen adták most a játékvezetők Griffin ellen. Az én meglátásom szerint aztán lehet, hogy egy lassítás megcáfolná, amit most mondok. Az egy helyben álló Griffinnek nekiugrott Washington. És megküzdött két büntetőért. 53-56, 24 pontos az irányító. Ez már egy egész meccsen is szép termés lenne, nemhogy 25 perc alatt. Gabrics szépen csinálta most. Tomislav Gabrics, 55-57. Nem nagyon hagyja elszakadni a Szegedet a Kaposvár, de a vezetést most nem sikerül átvenni. És a labda marad a szegedieknél, ezt most szerintem jól ítélték meg a játékvezetők. Mindig ugye, aki a legjobban reklamál, ezúttal Hughes, szerintem ő volt a ludas, róla ment ki a labda.
érdekes módon került a labda oda Mayer Ákoshoz. Tehát érdekes vagy nem érdekes, kettő pontot ért ez a találat. Konyalszkival szemben nem volt személyhiba, viszont kint volt a labda az oldalvonalon. A támadási lehetőség marad a kaposváriaknál, de Polányi ellen nem ítéltek most személyhibát. Azért furcsa, hogy még ebben a negyedben egyetlen faltot sem követett el a játékvezetők szerint a Szeged, míg a kaposváriak ugye elérték már a négy csapathibát. Most sem löktek, ugye? Na, megszólalt nagy nehezen a síp ezen az oldalon is. Mayer negyedik személyi hibája, 55-59, kettő büntetővel jöhet majd Tomislav Gabrić. Konyalszky Boris helyére érkezik Bogdán Benedek a kaposváriaknál. Mindkét büntetőben volt, ismét csak kettő pont a különbség, de a kaposváriaknak bizony valamin változtatni kell. Kicsit nem tűnik soknak egyébként, ugye nem teljes háromnegyed alatt a 60 pont, de szigorítani kell a védekezésen. Mindig van valami rés a kaposvári pajzson, amit ki tudnak használni, ezúttal például Polányi. 62-57. Boris. Somogyiaknál talán nincsen meg úgy az a biztos pont. Boris cseni közelebb a csapatot. Nincsen meg az a biztos pont, akit bármikor lehet keresni a labdával, mert tuti, hogy majd ő ponttal fejezi be. Bár Boris ugye most már 16 pontnál jár, tehát egyelőre az irányítókról szól a mérkőzés. Balogh Szilárd nagyon távoli tripla kísérlete. Aztán Kovács ki tudta ütni Bogdán Benedek kezéből a labdát. Ott egy sportszerűtlen hiba, mely a hosszú és gyors indítást volt hivatott megakadályozni Balogh Szilárd ellen. Neki ez az első személyhibája, rögtön egy sportszerűtlen. Jöhet kettő büntető és egy félpályáról induló támadási lehetőség a kaposváriaknak. Bogdán Benedek volt az elszenvedője a személyi hibának, ő dobhat most először kettő büntetőt, és majd jöhet a Kaposvár. Kimarad a második. Filipovics a pályán Mayer helyett a szegedieknél. Boris, Hughes, Halmai, közben ő is benn van a kaposváriaknál. Gabrić a tripla vonalról. Hughes szerzi vissza a támadó lepattanót, és ellentmondás nem tűrő zsákolással egyenlít. Lehet, hogy erre lesz szüksége egy kicsit a kaposváriaknak, hogy fel kell pörögni egyszerűen, például ilyen labdaszerzésekkel, mint most Halmai Dani. Aztán el is adja a labdát, Hughes-hoz nem jutott már el a játékszer. Washington, Robertson, ő sem tudja begyűrni a labdát a gyűrűbe, ismét jöhet a Kaposvár. Halmai most nem rohant annyira előre, megkereste Boriszt. Filipovics lábbal védekezte ki a támadást. Múzdításra nem lehet panasz. Nagyon-nagyon ott van a kaposvári csapat mellett és mögött a közönség. Nagyon akarják ezt a harmadik győzelmet itt az arénában.
Harris 17 pontos ezzel az egy büntetővel. Most itt összenéztünk, bevallom őszintén, összenéztünk itt a sajtópáholyban, hogy kinek volt technikai hibája. Polányi harmadik faltja. Harris jöhet újabb két büntetővel, hiszen ugye az egy büntető plusz támadási lehetőség az technikai hiba esetén megítélhető, ugye az imént a sportszerűtlen volt. Minden esetre Polányi Kristóf három faltnál jár. 1 perc 38 a harmadik negyedből és 63-62-re vezetnek a kaposváriak. Időt fog kérni Simándi edző a szegediek részéről. Jelzi is még a büntetők előtt, hogy szeretné egy kicsit szót váltani csapatával. Tulajdonképpen az internet az nagy barátja az embernek. Itt megnéztük az időkérés alatt, hogy végül is Desmond Washington volt az, aki kapott egy technikai hibát. Nem, elnézést kérek, nem vettem észre, minden esetre azért volt ugye egy büntető, plusz az a támadási lehetőség, amiből megszületett Polányi harmadik személyi hibája, és jöhet Sebastian Orristól kettő büntető a szegedi időkérés után. Reklamált már az előbb is Washington, de lehet, hogy ezt unták meg egyébként a játékvezetők az imént, hiszen lehet, hogy már végig reklamált egy komplett támadást. Jó volt Orris mindkét büntetője, 65-62, ezúttal a kaposváriak javára. Jó lenne, hogyha sikerülne kivédekezni ezt a támadást. Másfél perc van a harmadik negyedből, 1-25, és sokat jelentene előnnyel fordulni az utolsó játék része, bár ezen a mérkőzésen ugye az ilyen néhány pontos előnyök egyik csapatnak sem jelentettek életbiztosítást. Bogdán Beni tulajdonképpen nyakánál fogva átölelte barátságosan Robertsont. Ezt a játékvezetők ennyire nem értékelték, és teljesen jogosan fújtak rá egy személyi hibát. Robertson dobhat kettő büntetőt, Bogdán Benedeknek pedig az első személyi hibája. Na nézzük. Még az első. Robertson is szép lassan 16 pontos. Ő az első félidőben nem volt annyira pontokban gazdag. Küzdeni küzdött ott a palánk alatt. Gavrics tripla, ha bemegy, de nem megy be. Halmai Dani a lepattanóval. Hihetetlen, hova fölment Halmai ezért a labdáért. Gavrics le a sarokba, vissza föl Orrisnak. Vele szemben Balogh Szilárd emelgeti a kezét, nehogy eldobja, de Orriszt ez nem zavarja. Eldobja és bedobja! 68-64. Kaposváriak javára. Még hogyha ki is húzza a támadó időt, a Szeged lesz ideje a kaposváriaknak egy ellentámadásra. Kérdés, hogy most hátrányban mennyire akarja eljátszani a támadó időt a Szeged. Hát ezt a verziót már láttuk minden negyed végén. Washingtonnál a labda megindul befelé, csak ezúttal nem dobja be. Marad a labda 1,4 másodpercre a szegedieknél, és ha lejár a támadóidő, és nem születik kosár, akkor még lesz egy olyan 16 másodperc az ellentámadásra kaposvári részről. Robertson befordul, lejön a labda a gyűrűről, Orris szedi össze, és akkor most még 10 másodperc van a játék részből. 68-64-es kaposvári vezetés. Orris bejátsza Gabricsnak három ember közé, és Bogdán az utolsó pillanatban nem sikerül neki egészen a gyűrű alól bedobnia. Marad a 68-64-es kaposvári vezetés, de ezúttal legalább kaposvári előny. Várjuk a hasonló folytatást, mint itt a negyed végén, amit láttunk. Hát azért azt el kell ismerni, hogy Sebastian Orris nagyot játszott ebben a játékrészben, hiszen 22 pontnál jár már. Ugye kísérleteiből szépen gyűjtögette a pontokat, ugye büntetőket is dobált.
triplában talán egy kicsit javulhatna a Kaposvár, mert hetet dobtak 22 kísérletből, telhetetlenek ne legyünk, de ezt a negyed második felében látott játékot kell őrizni ahhoz, hogy megmaradjon az előny, amiből most egy kicsit faragni tudott egyébként Polányi Kristóf. 68-66. Halmai. Bátran bemegy a palánk alá, kapott egy blokkot, marad a labda a kaposváriaknál, 7 másodperc a támadó időből hátra lévő idő. Negyedik játékrész. Nem akarván a falra festeni az ördögöt, ebben a meccsben még egy hosszabbítás is bőven benne van, hiszen felváltva vezetnek a csapatok, fej-fej mellett haladnak az egész elejétől kezdve a mérkőzésnek. Griffin, hiányoltuk a pontjait. Köszi, az előbb is egy triplával kezdte a negyedet, most is triplával kezdi, de ott egy kicsit megakadt a pontszerzés nagyon távolról. Akartam mondani, hogy nagyon távolról fújtak rá egy faltot, nem, Polányinak fújtak Halmai Dani ellenébe egy támadó hibát, és Polányi ezzel 4 faltos. Halmai Dani leül, érkezik Krnyajszki. 71-66-os kaposvári vezetés, és Maier mellett Polányi és a kipontozódás határán a vendégcsapatban. A kaposváriaknál 3-3 van Halmainak, Griffinnek és Handleinnek. Nekik kell vigyázni, közülük egyelőre úgy látom, csak Griffin van jelenleg a pályán. Gavrics, Griffin. Hughes kéri, de Robertson szorításába elég kockázatos lett volna odaadni neki a labdát, és talán Griffin egy kicsit ráérez a dologra, 11 pontos. Washington nagyon egyedül maradt a tripla vonalon, kimaradt a kísérlet, és személyi hibát ítélnek szegedi játékos ellen, és kipontozódott Polányi, aki most a fejére húzza a mezét, és kicsit méltatlankodva levonul a pályáról. Nagyon gyorsan meg lett neki most itt pillanatokon belül a negyedik, ötödik személyi hibája, és egyébként mind a kétszer a támadó térfélen egyszer támadó hibát követett el, egyszer pedig a lepattanóért való csata közben ütött oda. Jó a hangulat a lelátón, 73-66 a kaposváriak javára, és újabb somogyi támadási lehetőség következik. Kettő személyi hiba eddig. A negyedik negyedben mind a kettőt Polányi Kristóf kapta, és ezzel kényszerűségből már a kispadon ül Orisz, Krnyajszki, Griffin. Krnyajszki megpróbálja a távolit, lejön a gyűrűről. Hughes el tudta ütni a labdát, de megszerezni nem. Griffin rohanott Washington nyomában. Aztán Hughes a háta mögül egy hatalmas blokkal véteti észre magát. Hát Griffin végig ott loholt a nyomába, Hughes meg érkezett, mint egy tank. Washington az alapvonal mellől, Gavricsi a lepattanó nézte az indítási lehetőséget, nem volt elő senki. Aztán gyors támadás közben megállt Orisz, nyitva hagyta a teret ott Gavricsnak, és az újabb 2 ponttal az eddigi legnagyobb különbség a csapatok között 75-66 arányban vezet a Kaposvár, időt kér a Szeged. Hát nem lehet azt mondani, hogy ne szeretné nagyon a kaposvári közönség ezt a csapatot. Teljesen más hangulat van a lelátón, azt kell mondjam, mint az elmúlt években. Tehát érzi a kaposvári közönség, hogy ebben a csapatban jelenleg jóval több van. Legyen is így, hiszen már nagyon-nagyon éhezik a kaposvári közönség egy jó kaposvári kosárlabda csapatra. Krajszki kicsit átdobta a gyűrűt a
könnyen megszerzett labda, hogy szokták mondani, ebből szerzett jószág, ebből vész, hát nem ebből volt. Szereze könnyen adtuk, vagy könnyen kaptuk, könnyen adtuk, könnyen vettük. Na, lényeg a lényeg, támad a Szeged, Washingtonnál a labda, aki tulajdonképpen a harmadik negyedben abba hagyta a pontgyártást. Hughes szerez ismét labdát, bravo! Griffin adja föl Hughesnak, és ez már viszont egy nagyon látványos, nagyon szép kosárlabda most a somogyiaktól, amit az utóbbi percekben nyújtanak. 77-66, Hughes 13 pontos. Ott is készült egy blokkot kiosztani valamelyik kaposvári amerikai, nem volt rá szükség. Elpasszolták a labdát, majd kihagyták a lehetőséget a szegediek. 77-66, Orris a labdával, aki a harmadik negyedben nagyon nagyot lendített a kaposváriak szekerén. Griffin megnézte a tripla vonalat, hátralépett, majd még egyszer megnézte a vonalat, lehet, hogy ez volt a hiba. Orris nem nézegeti a vonalat, igaz, hogy ő se dobja be. Marad a 77-66-os kaposvári előny. Washington, Balog, Hughes, harmadik labdaszerzésem, nagyon-nagyon rövid időn belül. Gabrics, nem nézeget semmit, ő sem, most egy kicsit így nem töltünk, csak tüzelünk, főleg a tripla vonalon túlról. Nem javult a tripla dobó mutatónk az utóbbi pár másodpercben, de marad a kaposváriaknál a 11 pontos előny, továbbra is. Nem sikerül pontot szerezni a Szegednek. Robertson, nagyon-nagyon rossz és nagyon rövid dobás. Gavrics majdnem eladta a labdát. Krnyajski. Griffin megindul három védő között. Hát szerintem a nehezén túl volt, nem véletlenül fogja most ám a fejét Dejan Griffin. Itt a palánkot csapkodva Robertson. Na, szegedi pontok, 77-68, és egy időkérés. Én úgy gondolom egyébként, hogy Rudesmester hívta most le a csapatot, mert egy kicsit fejetlenné váltak a támadások. Az igaz, hogy bejött az, amit mondtam, hogy fel kell pörögni, csak lehet, hogy egy kicsit túlságosan fölpörgött a kaposvári csapat. Most lassítani kell a dolgokat, hogy megmaradjon ez a különbség. Na, tehát akkor gondolom egy kicsit higgasztott a csapaton. A kaposvári tréner Griffin neve mellé közben bekerült a negyedik személyhiba kijelzőn. Orris. Továbbra is távolról próbálkoznak a kaposváriak, csak ezúttal Bogdán Beni eredményes. 80-68. Ugye mondtam, hogy 3 hetes szünet következik, azt azért elmondom, hogy középmezőnyhöz tartozó csapatok ellen lép majd pályára november 18-án és 19-én mindkét jelenleg pályán lévő együttes. A szegediek fogadják majd a Sopront, amely jelenleg 7. a tabellán. A kaposváriak pedig a 6. helyen álló Aegis Körmend otthonába látogatnak majd. Nem lesz az könnyű mérkőzés a somogyiaknak. 2 büntető következik. És Hughes volt, aki elkövette a személyhibát. A 3. 80-68-as vezetésnél Balogh Szilárd a büntetővonalon. 2 próbálkozása lehet. Az első. Jó volt a második is. 10 pont a különbség. 80-70. Kovács váltja Mayert a szegedieknél.
4 perc a rendes játékidőből, Griffin játssza be magát nagyszerűen a palánk alá. 2 pontjával tucatnyi a különbség, 82-70, 13 pontos Dejan Griffin. Kovács igencsak mellé trafált. Griffin nem próbálta most 1-1-ben megoldani Washington ellen. Egyébként igen, mondtam, hogy az előbb bekerült Griffin neve mellé a negyedik személyhiba, csak hát ezt nem követte el, vissza is vették egyébként, tehát 3 van neki továbbra is, nem volt ott falt az imént. Időkérés előtt Bogdan Beni. Hosszú volt a kísérlet. Lepattanóval a mezőny talán legkisebbje. Washington. Hosszú ideje nem tud kosarat szerezni egyébként. Desmond Washington. Ellentétben Griffinnel, aki igen csak nekiállt termelni a pontokat ebben a játékrészben, 15-nél jár, 84-70, és nagyon úgy tűnik, hogy a Szegednek kicsúszik a kezéből ez a találkozó, nem akarom elkiabálni a dolgot. Már a második legeredményesebb kaposvári Dejan Griffin. Ugye Sebastian Orris jár 22-nél, 14 pontja van Tomislav Gabricsnak, 13 Michael Hughesnak, tehát egy lehet azt mondani, hogy mindenképpen a légiósok viszik a prímet. Személyi hiba Bogdan Benedeknél. Büntető nem lesz, oldalról jöhet a Szedeák. Gabrics a pályán, Hughes ül le egy kicsit, őt ölelgeti meg Filipovics Gordán, csapat egyik edzője. Gordán, aki pontosan tudja, hogy mekkora küzdelem a pályán az a poszt, az a palánk alatti poszt, hiszen emlékezhetünk azt hiszem az ő lelkes játékára. A héten volt egyébként 30 éve, hogy Kaposvárra érkezett Filipovics Gordán, és játékosként is legendává vált, és azóta is folyamatosan ott van a kaposvári kosárlabda csapat mellett. Minden tudásával, minden lelkesedésével nagyon sokat köszönhető neki a kaposvári kosárlabda. Gabrics szedte a labdát ott ki a népek sűrűjéből, Bogdan. Ő is már eléri a 10 pontot, 86-70. Washington, Kovács, Robertson és Gabrics. Neki még olyan sok fajtja nem volt, ez a második. Gabrics kap egy kis pihenőt, Hughes ismét a pályán. Tehát ez még nem a végső lelgetés volt, amit kapott Filipovicstól. Gabrics most már érthetően jó kedvel ül le a kispadra. Mayer közben a szegedieknél. Újabb technikai hiba szegedi oldalon, most kihívják egy kicsit a játékvezetőt, nem? Jön egy kaposvári büntető. Szerintem a kispad kapta egyébként ezt a technikai hibát. Orris büntetője jó. Washingtoné volt az újabb. Hiba is, le kellett ülnie. A második technikaival akkor ő kiállította magát tulajdonképpen. Hát igen, ott eleinte pontokat gyűjtötte, utána technikai hibákat. Gondolom én, hogy reklamálásról volt szó.
Igen, végül is egy nullást mutatott be itt a játékvezető az asztalnak. 87-70 az állás. Senki nem ért a labdához, jöhet a Kaposvár. Hát tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy a harmadik negyed utolsó pár percétől kezdve olyan szinten zuhant össze a Szeged csapata, hogy nem is tudom, minimálisan szereztek pontot. 6 pontot szereztek eddig ebben a játék részben. Már kódottad a labdát, Bogdán Beni, Zsinyalszky Boris. Rajtuk kívül Hughes és Griffin a pályán, így az utolsó percre fordulva lassan. Pár. Lehetetlen helyzetből egy mekkora kosarat szerez Pár Márk. Hát most aztán minden összejön. A második kosara. Párnak 4 pontos, 89-70. Maier. Pár ellen ítélnek a játékvezetők. Az első faltja. És mivel elvileg egy ilyen zicsert kezdett el kilépni a szegedi játékos, így jöhet 2 büntetővel. Bello Ádám lép pályára, illetve Csornai Csaba a szegedieknél. Leül Kovács, leül Robertson. Ugye két technikaival Washington már a kispadon. És 50 másodperc van hátra. Maier Ákos dobhat 2 büntetőt. 89-71. Maier 6 pontos, 17 pont a kaposvári előny, és az eddigi leglazább győzelme lehet a kaposváriaknak, bár ez nem úgy tűnt 26 percig, vagy 27 percig, hiszen még azzal kezdtük a negyedik negyedet, hogy azt mondtam, hogy benne van a meccsbe egy hosszabbítás. Balogh Szilárd 14 pontnál jár ezzel az ígyszerrel. 89-74. Tizenkettő másodperc van hátra, valamivel kevesebb a támadó időből, viszont ezzel a személyhibával eldőlt, hogy a mérkőzés végéig már a kaposváriaknál lehet a labda. Tulajdonképpen az utolsó 13-14 perc eredményes játékával és a Szeged ezzel párhuzamos összezuhanásával nyerik meg ilyen különbséggel a mérkőzést. Pár Márk átdobja a gyűrűt ott, de visszaszerzi a labdát. 2,1 másodperc van hátra. Hughes néz kérdően a fiatal kaposvári nevelésre. Ezt miért nem dobtad be? Odaadtam neked a labdát. Márkó megmondja, hogy most ez nem jött be. Nem azt nem szoroz jelenleg 15 pontos különbségnél. Renyalszky dobja be a labdát, keresi Griffint, Griffin megkapja a sarokba, kilép az oldalvonalon. 1,1 másodperc a hátra lévő idő, állva ünnepelheti most már a kaposvári közönség a harmadik kaposvári győzelmet. Így aztán a válogatott szünetre 3 győzelemmel és 3 vereséggel vonulhat el a kaposvári csapat. Az utolsó fele a mérkőzésnek, vagy az utolsó harmada a mérkőzésnek. Ez már tetszetős kaposvári játékot hozott. Sinyi Zsolt operatőr kollégám nevében megköszönöm figyelmüket. További jó tévézést kívánok, szurkoljanak továbbra is a kaposvári Kométa Kaposvári Kosárlabda Klubnak. Tegyenek úgy, ahogy a közönség nagy része, aki láthatóan tényleg nagyon szereti ezt a csapatot. Gyarmati Lászlót hallották. Viszontlátásra, viszonthallásra.